Az Évízben komoly hagyományai vannak a kosárlabdának, jó néhány élvonalbeli és válogatott játékos is kikerült az intézmény falai közül. Az elmúlt évtizedben rendre a Diákolimpia amatőr sorozatában indult az iskola fiúcsapata, amelyhez néhány éve a lányok is csatlakoztak. Az idei évben megyei bajnokként mindkét gárda ott volt a Kecskeméten megrendezett 16-os döntőben, ahonnan a fiúk 5-ként, a lányok pedig a 7. helyet megszerezve tértek haza. Nagyon kevés az olyan játékosunk, aki bizonyos előképzettséggel érkezik ide. Ez a amatőr státusz, ez pontosan arra való, hogy azok a diákok, akik a tanulást előnyben részesítik, egyértelműen előben kell, hogy részesítsék, de szeretnének kosárlabdázni, vagy bármilyen sportágban, ugye más területeken is működik ez az amatőr státusz, azok kezdenek el nálunk kosárlabdázni, az alapokra mi tanítjuk meg őket, és itt heti 2, maximum 3 edzésre, ahogy van idejük, lejönnek, és akkor így egy olyan szintre hozzuk föl őket, hogy országos döntőbe tudunk velük jutni. A Bockó Ádám által irányított fiúcsapat rangidős játékosa elégedett a több mint 100 együttes felvonultató mezőnyben elért 5. helyezéssel. Amióta itt vagyok, ez a legnagyobb sikerünk, úgymondva. 5. helyezést el tudtuk érni, ez nagy szó, úgy gondolom. 16 csapatból összesítve 102 csapatból. Hát én elégedett vagyok a csapattal. Hát kisebb szerencsével még bejutottunk volna az 1-4-be is, de most így alakult. A lányok 4. alkalommal jutottak be az országos döntőbe, ahonnan eddigi legjobb helyezésükkel tértek haza Lakatos István tanítványai. Úgy éreztük, hogy most nagyon összhangban van a csapat, úgyhogy reménykedtük abban, hogy jobb helyezést érünk el, mint tavaly. Tavaly 10-ek voltunk, most így, hogy tudtuk szeptemberbe kezdeni az edzéseket, így a 7. helyezetet el tudtuk érni. Az évízes kosarasokra vár még egy diákolimpiai döntő, a B33 nyílt kategóriában a fiúcsapat bejutott a legjobb 8 közé. A finálét május végén rendezik Sopronban.